de az, hogy én a nőiségemben hogyan fejlődtem, az nagyon meghatározó. Vagy hogy így úgy mentem be, hogy én vagyok az erős független nő, én majd kinyitom magamnak az ajtót, és kinyitom a befőttes üveget, és hogy ez a nagyon szoros együttélésből, hogy kijön a férfi meg a női dinamika, meg tanultunk is róla, így arra jöttem rá, hogy ezek nekem annyira egy felvett szerepek, hogy valamit védek magam körül, vagy hogy nem akarok gyönge lenni, mert akkor engem bántani fognak, vagy akkor nem fognak elismerni. Nekem olyannak kell lenni, mint a férfiak, mert akkor elismernek, vagy ilyesmi. És hogy nagyon nehéz volt, mert nagyon hosszú idő, de hogy ezeket így elengedni, és hogy felfedezni azt, hogy a nőiség az egy nagyon szép és gyönyörű dolog. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, és Zsófival a feleségemmel mi vagyunk a Lélekszava Podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társasága által elindított podcast sorozat. Mai vendégeink pedig kedves jó ismerőseink, a Ifjú Lámpások közösségnek két volt tagja, Szabó Veronika, aki jelen pillanatban barlangász, ugye? Ha jól tudom, te a Pálvölgyi meg a Szemlőhegyi barlangba vezetsz túrákat. Igen, igen, ott vagyok túravezető. És a melletted ül Noé Benedek, aki pedig a katolikus megújulásnál tevékenykedsz, ugye Benedek? Így van. A tervezőgrafikusként is dolgozol. Igen. Na, és az ismeretségünk hát pár évről datálódik, mert ugyanis mi is részt veszünk a Ifjú Lámpások, amelyik Franciaországból indult, és hogy GL-nek, Jeunesse Lumière-nek hívják a magyar nevű Ifjú Lámpások. Tehát mi is részt veszünk az Ifjú Lámpások körüli munkába, mondja Zsófia. Missziós iskola, fontos hozzá. Így van, mert hogy a misszióról is fogunk beszélgetni, meg egyáltalán arról, hogy fiatal embereknek miért jó ez? Miért mentetek oda? Hogyan jöttetek ki? Tehát, ugye Zsófán erről beszélgettünk, hogy az eleje pont, tehát azt ígéri az iskola, meg arról van szó, meg ugye Roska Péter atya, aki ennek az iskolának a szellemi hát megálmodója, ő arról beszél, hogy ez egy noviciátus a felnőtt keresztény élethez. Hogy ti ebből mit tapasztaltatok meg? Tehát, hogy ahhoz képest, hogy bementetek, hogyan jöttetek ki az iskolába? Ugye itt arról van szó, hogy az ember egy iskola évet felajánl az életéből, és ott együtt eltölt egy ifjúsági közösséggel, utána eltöltet még egyet, sőt, utána még van, aki egy harmadikat is jelen pillanatban, de hogy egy plusz egy iskola évet el lehet együtt tölteni. Szóval, noviciátus. Tényleg az-e? Hogy mentetek be? Hogyan jöttetek ki? Mi történt? Felnőtt keresztények vagytok, én már. Hát folyamatosan növekszünk, azt hiszem. Ez igen. Én azt tudom látni, vagy azt látom így a saját életemben, hogy egy keresztény katolikus családból jövök, és soha nem volt annyira nagy elszakadásom az Istentől, hogy így megtagadtam volna. És hogy így mondtam is, hogy hát ez én nagyon jó keresztény vagyok, meg hát én gyakorlom a vallásomat. És ahogy kijöttem, én két évet töltöttem a közösségbe, és ahogy így kijöttem onnan, így rájöttem, hogy hát én nem voltam keresztény, vagy hogy egyáltalán nem láttam a mélységekbe, vagy hogy mit, miért is teszek, vagy mi is Krisztusnak a megváltása, így, de a fogalmam sincs. Pedig jártam hittanórára, jártam közösségbe, és hogy egyszerűen jóval nagyobb mélység van, és hogy azáltal, hogy nagyon sok mindent tanultunk bent a missziós iskolában, hogy mit is jelent, ki is az Isten, meg közösségben hogyan vagyunk jelen együtt, így egyrészt egy hatalmas nagy vágy jött föl bennem, hogy hát akkor van még több és még több, mert az Isten kifogyhatatlan, és hogy tényleg az egész életet így átformálja, a gondolkodást, és hogy egyik barátnőm fogalmazta meg azt, hogy olyan érdekes, hogy látszik, hogy mennyire megváltoztam, de hogy önazonos maradtam, mert attól félt, hogy valami nagyon fura lesz, vagy nem tudom, de hogy, és én is ezt érzem, hogy én Vera maradtam, de hogy egészen más, hogy Krisztusban lettem Vera. Ez a gondolkodás megváltoztatásához nagyon tudok kapcsolódni. Ezt hagyd mondjam el, hogy én előtte másfél évet éltem Angliába, egy olyan keresztény közösségben, ahol dolgoztam, és egyedüli katolikusként. És hát elkezdődött a COVID, és egész sok időt töltöttünk együtt, és így jöttek fel a hitbeli kérdések is, mert lelki gyakorlatoztunk együtt, és imádkoztunk együtt napi szinten többször. És hát ezért megjelentek ezek a barátságos kérdések, Máriát illetőleg, a Szent Jónás illetőleg, hogy miért más egy szent áldozás. És nekünk heti szinten Isten tiszteletünk volt, és benne már ott volt az valahol, hogy,
hogy talán én nem szeretnék úrvacsorához járulni, de hogy ez csak így egy kérdés volt azok közül, amik így elkezdtek így mozogni bennem, így az Angliába töltött évem alatt, másfél évem alatt. Úgyhogy nekem a missziós iskola, hogy noviciátus a keresztény életre, nekem ez a katolikus identitásomnak az alakulásához nagyban kötődik. Mert azt éreztem a missziós iskola előtt, hogy rengeteg olyan nyitott kérdés van bennem, hogy már eljutottam arra a pontra, hogy nem elég kereszténynek lenni, kell nekem katolikusnak lenni. Hogy kellenek ezek a plusz dolgok, amik a katolikus egyházban vannak, és számomra ezért volt megerősítő ez a 9 hónap, mert azt éreztem, hogy szépen lassan ezek így elkezdenek így megválaszolódni. Valahogy így tudnám megfogalmazni. És akkor neked ez elég is volt, ez a 9 hónap? Ah. Vagy dehogy, sok is volt? Dehogy. De hát sok nem. Inkább csak elindított azon az úton, hogy kezdjek tudatosabb lenni, és én így fogalmaztam meg az ismerőseimnek, hogy így hogyan is fogalmaznám meg röviden, foglalnám össze, hogy mi történt. Én azt érzem, hogy amióta onnan kijöttem, azóta tudok egy tudatosabb katolikus életet élni, és tudatosabb katolikusként, tudva az egyháznak a kincseit, az egyháznak a szokásait és hagyományait, és annak a miértjeit. És nekem ez nagyon, nagyon sokat ad, hogy tényleg egy értelem és egy tapasztalat már társult mindehhez, amivel igazából én is csak belenőttem. Azon fantasztikus ebben, hogy most, hogy már ugye a harmadik évfolyam megy most már Magyarországon, igen. Előtte volt egy nulladik évfolyam Franciaországban, akik ott megtapasztalták, hogy igen. Milyen ez. És én kezdek egyre inkább arra hajlani, hogy tulajdonképpen minden, tehát először ugye furának hangzott, amit Péter atya mondott, de hogy minden felnőtt keresztény életre készülő fiatalnak végig kéne menni egy ilyen. És pont azért Benedek meg, amit Vera te is mondta, hogy rádöbbenjen arra, hogy micsoda gazdagság van a hitünkben. Tehát nehogy feloldódjon egy ilyen, tulajdonképpen minden jó. Tehát az Isten mindenkit nagyon-nagyon szeret, teljesen mindegy, hogy hol imádjuk, hogy mi történik, hogy történik. Az egésznek ugye nincs jelentősége. És akkor az ember rájön arra, hogy van jelentőség, és ez nem elválaszt, amikor az ember rájön erre, hanem pont beteljesíti azt a vágyakozást. Tehát egyre inkább azt érzem, hogy minden fiatalnak, minden, aki tudatosan akar a felnőtt kereszténységre készülni, annak szükség lenne rá, mert sajnos a mai mainstream fő sodratú kultúra az nem olyan. Abból nem lehet nagyjából összeszedni, még akkor se, hogyha az ember esetleg katolikus iskolába jártál, még akkor se, bár lehet, hogy most túl nagy szavakat mondok, vagy akkor se, hogyha rendesen tartozod egy plébániához, lehet, hogy meg lehet oldani, nem tudom. De nehéz, de abban igazad van, nehéz. Nagyon nehéz. És egyre nehezebb. Most, hogyha megnézzük akár a magyar statisztikákat, azok annyira lehangolóak, hogy mennyire nem vallják magukat vallásosnak a fiatalok, és pont most hallgattam egy amerikai podcastot, ahol azt mondta, hogy a legjobb katolikus iskolában tanította, hihetetlen, lelkesen mindent beleadott, és így is, hogyha azt mondja, hogy 30%-a megmaradt vallásosnak, vagy maga, akkor az már egy nagyon jó számnak mondható. És hogy ezek szerintem azért valahol reális számok, és hogy ebben ti mit értetek, hogy éltetek, hogy most nektek ez a missziós lelkület, hogy olyan érdekes, mert most pont a szociális testvéreknek ebben az évben az a mottójuk, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, hogy ti ezt hogy érzitek a saját generációtokban, hogy élitek meg ezt? Annyit tegyek még hozzá, hogy amit a Zsófi az elején említett, hogy kijöttek ezek a statisztikai adatok, és abban azt lehet látni, hogy az egyházias vallásosságtól fordultak el a fiatalok, hogy most mennyire spirituálisak, vagy mennyire vallásosak, azt nem lehet tudni, mert arról nem tudunk semmit, de hogy valahogy ez az egyházhoz tartozás, ez meggyengült. És akkor itt kapcsolódnék a kérdés az én is, hogy mit láttok a korosztályatokban, hogy miért van ez, és hogy ez esetleg bennetek fölmerült-e ilyesmi, hogy ez nem, hogy bennetek már úgy kezdte pezegetni, hogy talán nem is annyira fontos, elég az, hogyha. Hogy ugye ez egy ilyen általános tapasztalat, ami statisztikailag igazolnak. Hogy vannak a fiatalok ma? Fú, hát ez nagyon összetett kérdés szerintem, és én hálás vagyok, meg kihívás elé is vagyok állítva, hogy a munkám miatt én ezt első kézből tapasztalom, tehát hogy különösen az adventi húsvéti időszakban rengeteget járunk iskolánkba. Tehát van, hogy heti szinten, napi szinten iskolákat látogatunk, és látni azt, hogy zömébe katolikus iskolákhoz megyünk, de ugye a fiatalok mennyire nincsenek képbe, és mennyire egy
tehát meghallják az egyház szót, vagy a Jézus szót, és akkor most tényleg csak idáig menjünk. A és Jézus szótól is. Meghallják a Jézus szót, és egyből egy ilyen lezártság, egy ilyen fal keletkezik bennük, amit nagyon-nagyon nehéz áttörni. Pedig más nem nagyon fogunk tudni mondani. Erre ugye nincs alternatíva. Igen. Úgyhogy ezt a kihívást, ezt mi is nagyon látjuk, hogy nehéz őket megközelíteni. Most arra a kérdésre, hogy ez mitől lehet, hogyha visszaemlékszem, én is katolikus gimibe jártam amúgy, és hát ez csak névről volt katolikus, és az a baj, hogy legtöbbször azért iratják a szülők a gyerekeket katolikus iskolába, mert ez tanulmányilag vagy lehetőségileg sokkal elitebb, mint akár egy világiskola lehet, és a misulink is Szegeden ilyen. És azt láttam, hogy így egyáltalán nem fontos ez az osztálytársaimnak. Tehát, hogy a mise az kötelező, azért megyünk, mert kötelező, az órák előtti, vagy a nap előtti imát azt azért mondjuk el, mert megvan adva, megvan szabva, hogy nekünk ezt el kell mondani, de hogy igazából szerintem ennek a tüskéje, ez ott van elásva, hogy nincsen egy személyes tapasztalatuk, hanem bele vannak kényszerítve egy olyan keretrendszerbe, ami maga a keretrendszer egy jó, egy olyan fiatalnak, akinek van egy élő keresztény közössége, akár minisztráns közösség, akár most említhetnék meg annyi közösséget, ami megtartja őt, és lelkileg folyamatosan táplálja hétről hétre. De hogyha ez nincsen, akkor igazából ez csak egy keret lesz, ami a semmit nem tudja szerintem keretbe tartani, inkább csak ki akar belőle törni a fiatal folyamatosan. Úgyhogy én így ezt látom, hogy talán ott van itt a kutyaállás, vagy nem tudom, hogy lehet ezt így mondani, hogy egész egyszerűen nincsen élő kapcsolatuk és élő tapasztalatuk az Istennel, a fiataloknak. És Vera, mert az iskolával is mentetek így háromszor az év folyamán misszióba, és nyáron is missziósztok, hogy ti kaptatok valamilyen plusz muníciót, amivel úgy érzed, hogy jobban meg tudtátok szólítani a fiatalokat, vagy közelebb kerültetek hozzájuk? Én azt vettem észre, hogy persze sok helyen volt egy ilyen ellenállás először, meg hogy jaj, katolikusok, meg jaj, meg nem tudom, hittanóra keretén most itt valami fura dolog lesz, de egy nagyon-nagyon erős pont volt az, amikor elkezdett valamelyikünk tanúságot tenni, és ugye mélyről beszélni, ami ott mélyben történik, mert arról nem szeretünk beszélni, mert sokszor fájdalmas, vagy sokszor kínos, vagy nem is tudom, és ugye ezt jobb így eltakarni, elrejteni. És nagyon sokszor volt olyan tapasztalatom, hogy amikor így a tanúságtétel elkezdődött, akkor így elhalkult a tömeg, ilyen figyelő tekintetek. És hogy én azt veszem észre, hogy ez egyrészt a személyes Isten kapcsolat, de a személyes példa is úgy hiányzik. Vagy hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a szüleimért, akik úgy adták át a hitet, hogy egyszerűen megélték. Nem az volt, hogy fiam, kötelező elmenni vasárnap a misére, hanem elmegyünk, mert hogy ez úgy a lényünkben van. És hogy nekem soha nem volt kényszer, hogy misére menjek. És igazából nagyon is szerettem mindig templomálni. Persze gyerekkorom elaludtam, meg stb. Tehát az része a gyerekkornak. És hogy meg az, hogy amikor gyerek voltam, akkor még nem volt így kötelező hittanóra, vagy erkölcsoktatás az iskolába, és nekem egy szabad választásom volt az, hogy én elmegyek délután egy közösségbe. Vagy akár az iskolán belül is volt ilyen órák után. És hogy egészen más hangulata volt annak, hogy én ezt szabadon döntöttem, hogy ide jövök. Jó, persze szülők is mondták, de hogy tényleg ez a kötelező jelleg, meg hogy azt, amit egyetem is szerettem akkor, meg ez az értelmiségi dolog, hogy én most nagyon okos vagyok, és nagyon gondolkodom, és igazából én mindenre tudom a választ, és az egyház meg nem mondja meg nekem a válaszokat. És azt látom, hogy én is ebbe voltam benne, hogy így nagyon dühös voltam, vagy nem szerettem így az katolikus egyházat, mert olyan sok rossz dolgot láttam benne, és a jót pedig nem. És amikor elkezdtem róla tanulni, vagy megtapasztalni, hogy mi is ez, vagy találkozni olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy szeretik az egyházat, és hogy miért, egyszerűen így ledöbbentem, vagy hogy tényleg ez a személyes tapasztalat, a személyes tanúságtétel az iszonyat erős volt. És hogy nagyon sokféle embertől, házastól, paptól, szerzetestől, világitól, fiataltól, időstől, és hogy mondtam, ja, ez is az egyház. Ezt nem is tapasztaltam úgy igazán, és hogy hát ennek az egyháznak én is akarok a tagja lenni, hát ez mennyire gyönyörű, és nem csak az itt a földi emberek, hanem a mennyben lévő szentek, és aztán angyalok, és akkora teljesség van, hogy szerintem az a baj, hogy az emberek nem értik, hogy miről van szó. És hogy sokszor valahogy nem is mondjuk el. Vagy én azt tapasztalom, hogy sokszor hitanórán is nem a lényegről van szó, hanem vagy arról, hogy így
csináljuk azt, hogy jófaják vagyunk és játszunk, vagy az, hogy kötelező és dolgozat, és nem tudtad fiam a 12 apostol nevét, tehát akkor egyes, és hogy közben meg így valami személyes kapcsolat az Istennel, hogy ez lenne a lényege. Ez, és abszolút igazatok van, és teljesen átérzem, meg átlátom, hogy a gyerekeknek tudjátok azt az ellenkezését, minden ellen, ami kötelező, és hogy azt nem szeretik, de máshonnan nem fogja tudni, nem fogjuk tudni megmutatni nekünk valamilyen módon, hogy mondjam, lehetőséget kell teremteni arra, hogy megismerjék az egyházat, mert maga a mainstream kultúra az nem fogja megismertetni vele. Tehát ez abszolút marginálisan a szélére van tolva. Tehát valamilyen módon mégiscsak el kell vinni és megismertetni. És mi van azokkal, akik nem találkoznak olyan hiteles emberekkel? Szóval ez egy olyan, mert értem én, hogy a kötelező az nem jó. Azáltal a gyerekek küzdenek ellene. Na de, hogyha nem teszünk erőfeszítést arra, hogy megismertessük az igazságainkat, akkor nem lesz semmi. Szóval ez egy számomra áthághatatlan. Jelen pillanatban egy nagyon-nagyon nehéznek tűnő, megoldhatatlan gordiuszi csomó, hogy mit csináljunk. Tehát, hogy se kötelező legyen, mindenki önként választhassa, ugyanakkor mégiscsak ott legyen, és mégiscsak eljuttassunk, át tudjunk juttatni egy-két olyan dolgot, és vonzó formában az meg még ráadásul az, hogy nehogy azt mondja, hogy ez, jaj nem, hát ez olyan béna, az olyan, hogy hívják. Szóval, de egyébként mit tapasztaltok, hogy van spirituális éjség ebben a generációban, a ti generációtokban. Tehát, hogy ők keresnek valamit, és akkor és azt mondják, hogy az egyház nem, mert az ilyen, meg olyan, meg olyan, de jó lenne valamit találni. Vagy mondjuk anyagiasok inkább. Vagy mi a tapasztalat? Hú, hát amúgy vegyes. Valaki, tényleg nagyon így a tudom, vagy egyetemre jártam ott egy tudományos közeg, meg stb., hogy ez a tudomány az úgy mindent tud, és hogy ebbe belemenni, és hogy ha van is éjség ott a mélységben, úgy valahogy az el van takar, vagy egy szaktársaimmal beszélgetve volt ilyen, hogy néha egy nehézséget megoszt, de hogy ugye arra nincs válasz, de akkor inkább a tudományosabban megyünk bele, és akkor inkább azt kutassuk tovább. Valami, mondjuk voltam egy katolikus közösségnek is a tagja, nagyon jó barátaim vannak onnan, és ott is, hogy az egyház inkább ilyen, inkább ne, vagy hogy mi azért okosabbak vagyunk, mint az egyház, de hogy ott viszont van valami igény, csak inkább én irányítsam, vagy hogy én ahogy nekem jó. És nem ez a veszély, hogy ez annyira sok lehetőség van ebben a globalizált világban, hogy összeválogatom magamnak, de én mindenből azt, hogy én mit szeretek, és mi az, ami nekem jó. És aztán kicsit kellemetlen, vagy hiány, akkor valamit még keresek hozzá, és így betöltöm. És hogy valahogy így az, nem is tudom, hogy olyan talajvesztettség van, vagy hogy így valami kell, és akkor így valamit keresünk, de hogy így valahogy az igazság nem jut el. Ha ez nagyon tud kapcsolódni, főleg erre a keresés dologra, én azt látom, hogy a fiatalok nagyon vágynak a spiritualitásra, de egészen addig ezt nem ismerik fel, amíg nem mutatjuk meg nekik, hogy ők mire vágynak. Tehát szerintem ez is benne van, hogy nagyon sokszor ezt keresik mindenfajta ilyen ezós irányokba, és belemennek ilyen jóslásba, csillagászatba, és azért, mert vágynak, tehát hogy érzékelik, hogy van valami természet fölötti, vagy van valaki, talán lehet, hogy nem nevezik meg, tehát szerintem a vágy, ez beléjük is belé van írva, úgyhogy szerintem nekünk a legnagyobb felelősségünk és feladatunk az, hogy rámutassuk, hogy ez a vágy igazából az Istenre irányul. Ez fantasztikus, mert az egész Zsiel, az ifjú lámpások, a Jeunesse Lumière erről szól, az alapötlete ez, a Daniel Ange atya ugye 40 évvel ezelőtt indított el, és biztos, hogy ti is hallottátok, gondolom, a tanúságtételet, amiben elmondta, hogy ő alapvetően monasztikus embernek, ő remeténynek készült, ő el akart vonulni, ő az imádságnak akarta szentelni az életét. Aztán mi lett belőle, így van, és a Jóisten meghívta őt, és a fiatal emberektől kapott levelet, amit te mondtál most az előbb, Benedek, hogy ne hagyjatok magunkra minket, el vagyunk veszve, segítsetek nekünk, keresünk valamit, segítsetek megtalálni. És ez az, hogy az egyház ne hagyjon minket. Az egyháznak a gyermekei vagyunk, és hogy találjunk vissza az egyházhoz. Igen. Tehát, hogy ez a legnagyobb kérdés, és ez a meghívás. És mi volt az, ami titeket ide elvezetett az iskolába, hogy miért pont ezt találtátok meg, vagy mi volt a vágy bennetek, amikor ide jöttetek? Én egy vágyat már említettem, hogy nagyon szerettem volna, ha a katolikus identitásom az helyére kerül. Volt bennem egy másik vágy, amit még nem mondtam. Az volt, hogy Angliában, amikor dolgoztam először, a hotelnak az ellátmányozásáért, takarításáért feleltem, abban a teamben voltam, és utána kaptam lehetőséget arra, hogy
hogy átmenjek a szabadidőközpontba, ahol gyerekeknek oktattunk íjászatot, falmászást, kalandparkot, és ezen keresztül evangelizáltuk őket. Tehát nekem már volt egy ilyen tapasztalatom, hát nyilván utána Covid meg ilyenek voltak, úgyhogy ez csak így részben valósult meg, de így ott jött föl bennem ez a vágy arra, hogy én ezt szeretném csinálni. Tehát, hogy ott lenni a gyerekekkel, fiatalokkal, és így beszélni nekik arról, hogy én mit tapasztaltam, amikor annyi idős voltam, mint ők, és hogy én miért döntöttem úgy, hogy én Istennel szeretnék járni. És nekem ez a vágy, ez nagyon egy olyan vágy volt, ami így motivált. Ez a missziós lelkület, ezt mondhatjuk igen, azt. Igen, abszolút, missziós lelkület, igen. Tehát, hogy a lelkeket Isten felé irányítani. És akkor már volt benned az, hogy mert én valamit megtapasztaltam, vagy benned már volt egy ilyen bizonyosság, hogy amit én tovább tudok, mert én nekem mindig, ez az, amit annyira csodálok bennetek, meg annyira csodálok a missziósokban, hogy ez a magabiztosság, hogy nekem van valamim, amit tovább tudok adni, és hogy ez már ott van, hogy ez a valami az enyém. Tehát, hogy ez a bizonyosság, ez benned volt akkor már? Abszolút, bennem volt, és nyilván ez azóta, tehát ez napról napra bővül, ahogy tartjuk az Istennel való személyes kapcsolatunkat, ez napról napra bővül, és én ezért is gondolom azt, hogy ez mindig elég, ahol vagyunk. Tehát, hogy szerintem nincsen egy olyan szint, ahonnan ne tudnánk evangelizálni, mert mindig abból már, amit kaptunk, amit már megtapasztaltunk, abból már valakit vihetünk ez az Istennel. Ez de nagy bölcsesség, tényleg, igen, nem érdemes várni. Igen, az ember bármikor, igen. Bárhol elkezdheti. Igen, tehát mindig alkalmasak vagyunk erre, szerintem. Igen, mert olyan annyira összecseng, mert pont itt teljesen véletlen ráakadtam a Slakta Margitnak, hogy az egész szociális testvéreket, hogy milyen irányba, hogy mi az ő célja. És hogy azt írja itt pont 10 évvel ezelőtti számában a Lélekszava, a Strilich Ágnes, aki meghalt sajnos azóta már, hogy leesdeni a lélektelenné vált világra újra a szent lelket, és hogy legszociálisabb cselekedet a Lumen Christi terjesztése, azaz Krisztus világosságát kell felgyújtani az ember szívekben. És akkor ez a Krisztus világosságát, és hogy ti ezt hogy érzi, hogy mi az ifjú lámpások, hogyan lehet elvinni Krisztus világosságát, vagy hogy bennetek már ez ott lobog, mert azt mondja, hogy lobogjon bennetek, meg lobogjon a szent, és egy tüzet hoztam. De ez a zsiel előtt már lobogott benned, Vera? Nem. Nem. Én semmiféle missziós lelkülettel nem érkeztem az iskolába. Igazából vicces is volt, mert utólag megtudtam, hogy Roska Péter, akivel volt ilyen elbeszélgetés, hogy mire mondok igent, így utólag mondta is, hogy így gondolkodott is, hogy most engem fölvegyen, vagy sem, mert annyira mondtam, hogy a misszió az nem. Milyen jó, missziós iskola. Milyen jó, missziós iskola. Csak aztán, akik megjeltek Franciaországot, mondták, hogy ez majd változik. Én csak nagyon kerestem. Szóval, hogy így csődbe ment az, amit én gondoltam, hogy majd én elérek, vagy hogy majd én tudom, majd én okosul megoldom a dolgokat, és hogy egyszerűen... Mindazt hiszük. Igen. Nem jutottam el oda, hogy hol az ígért boldogság, vagy hol van az, amit úgy annyira beszélt a világ, hogy ettől majd te boldog leszel. És hogy én nagyon, nagyon mély ponton voltam, és csak rám akadt egy e-mailt, hogy missziós iskola, és mondom, rákattintok, és amúgy vicces volt, mert írtam egy e-mailt Roska Péter atyának, hogy akkor így érdekel, és így visszaírt, hogy hívjon föl, és mondtam, hogy biztos, hogy nem fogom fölhívni, mert eleve a papoktól van egy ilyen távolságtartás, hogy nekem nem voltak túl jó példák, meg ahonnan jövök, ott sem volt egy közvetlen kapcsolat, és telefonálás meg a másik ilyen, hogy na, az ismeretlenekkel találni, nem? De csak fölhívtam, és akkor ott kötöttem ki, és igazából nagyon-nagyon sok kérdés volt bennem, és ilyen harag, hogy na jó, akkor Istenem, ha annyira te vagy az, aki, akkor mutasd meg, hogy te az vagy. És hogy nagyon sokat kérdeztünk, és hogy annyira szép volt, hogy így bontakoztak ki a válaszok. És én azt tudom erre mondani, hogy ha megvan ez a találkozás, egy igazi találkozás az Istennel, egyszerűen az ember nem tud nem missziós lelkülettel lenni. Vagy hogy egyszerűen ez így tényleg egy túlcsorduló szeretet, egy túlcsorduló öröm, amit nem tudsz magadba tartani. És így érdekes, hogy bennem nincs ez a frusztráció, hogy fú, akkor most így missziózni kell, hanem így jön. Persze vannak
nekem is feszélyedettségeim, vagy, vagy a régi múltamból följönnek olyan viselkedések, ami minél fáj, hogy én mindig itt tartok, de hogy, hogy egyszerűen aztán a lényünkkel fog a legnagyobb missziózás történni. Nem is a szavak, hanem ahogy én vagyok az Istennel. És ez nekem zseniális volt megtapasztalni, hogy szerintem nem én csinálom. Ha én csinálnám, akkor nem csinálnám. Úgyhogy, ja. A missziós lelkülettel kapcsolatban bennem igaz nagyon mozog, és szerintem ez tök fontos kihangsúlyozni, hogy, hogy említetted te is, Zsófi, hogy, hogy ez hogyan kell átvinni a mindennapokba, és szerintem nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ez, ez nem mindenkinek ugyanúgy néz ki. Tehát igen, lehet egy lényükből fakadó missziós lét, amikor nyitottan járunk, és hogyha helyzeteket ad Isten, akár a boltba, akár vonaton, akkor ebbe belekapcsolódjunk, de szerintem, hogyha magamból kiindulok, nekem az mindig egy tök nagy nyomás volt, hogy én is az kell legyek, aki kiáll a terekre, igen, és felhangon hirdeti azt, hogy Jézus Krisztus eljött érted, meghalt érted, megváltott, akarod-e ezt? És hogy voltam több olyan evangelizációs képzésen, amikor ezt is tanultuk, de szerintem tök fontos, hogy, hogy, hogy úgy van mindenki hívva az evangelizációra, hogy tényleg ez a lényéből fakadjon, és nem kell mindenkinek kimenni a Váci utcára, hála meg nem szóval. Hála Istennek, igen. Ez nekünk is nagyon kívül van a komfortzónánk. Így van, így van. De hogy igen, én ezt magamon is láttam, és ez még mindig egy út, hogy, hogy felismerni és meglátni azt, hogy nekem hol van ebbe a szerepem, vagy mi az az eszköz, amiben én leginkább tudok evangelizálni. De ez milyen klassz, mert mind a ketten benne maradtatok, sőt, hát vittétek előre a missziózást. Tehát Benedek, te ugye főállásban lehet ezt mondani, hogy a abszolút a missziós lelkületet viszed tovább, és így is dolgozol. És Vera, te meg aztán a, ugye az Apresiel, a Zsiel közösség, ez, ráadásul, tehát van az iskola után, együtt marad a közösség, és az emberek általában tudnak egymásra, és együtt is misszióznak. És hogy te azért ott nagyon komoly szerepet játszol ennek a koordinálásában, meg az össze a fogásába. Hát tehát, hogy a missziózás, az amennyire nem tetszett eleinte, az most az életednek központi részévé vált. Mind a kettőtöknek központi része ez a misszió. És a Péter atyának teljesen igaza van, mert ő ugye azt kereste, hogy hogyan lehet. Például ez szerintem ez egy ilyen, már bocsássatok meg érted, ez egy ilyen tipikus, sok esetben tapasztaltam ezt a hozzáállást, hogy egy kicsit úgy hátrébb lépek a papoktól. Szóval, hogy van valami rossz tapasztalatom, mit tudom én, nagyon rendes emberek, de nem tudom, hogy nekem van-e közöm hozzájuk. És talán ezt a Péter atya megérezte, vagy megértette, és hogy fiatalok fiatalokat fognak tudni missziózni. És amikor ő elment és kereste, hogy mi lenne az az út, amivel meg lehetne szólítani a kereső fiatalokat, akkor talált rá Franciaországban a Jeunesse Lumière-re, és abból lett az ifjú lámpás, aminek most ugye már a harmadik évfolyama van. Én nekem, ami nagyon megtett, amit mondtál, hogy a iskolai missziókban a tanúságtétel az mennyire fontos szerepe van, és én nekem annyira hálás vagyok, hogy az első évben itt Magyarországon én szinte végveletek voltam az iskolában. Mi is örültünk és neki. Annyira klassz volt, annyira nekem tényleg. Én nekem otthon a Zsófi Zsófi. Nekem is egyre. Szóval én tényleg noviciátusként érzem meg, hogy tényleg, hogy lehet az embernek a hétköznapjainak a részévé tenni a hitét, Krisztust, a Szent Lelket, Szűzmártát, hogy ott éljél benne valahol. És hogy nekem az egyik első legfontosabb tapasztalatom ez a testvéri közösségnek a kialakulása. Egyik, aminek az egyik első lépése az volt, hogy mindenki elmondta a szent történetét. Ami számomra azt gondolom, hogy minden közösségnek így kéne indulni, aki közösségé akar formálódni, és akár minden házasságnak. Tehát, hogyha te nem tudod, mert akkor, hogy annyira szép, ahogy mondja a Daniel Ansh, hogy megtanulni az Isten szemével látni a másikat. És hogy tényleg, azzal megbocsátod, hogy igen, én tudom, hogy te mivel küzdesz, tudom, hogy milyen nehézségeid vannak, tudom, hogy milyen problémáid vannak. Hogy nektek milyen volt elmondani először a szent történetet, és hogy milyen most azóta, hogy könnyebb megosztani, könnyebb adni magatokból. Tanúságtétel szintjén? Tanúságtétel szintjén. Igen. Hogy milyen volt elsőre, amikor ott az iskolába kellett elmondani. Nekem a felkészülési folyamat, vagy nem mondták, hogy... Hát nyilván mondták, hogy azért nem árt, hogyha készülünk. De nekem annyira tetszett a felkészülés, hogy így na végre leülhetek, és végig gondolhatom, na, hogy hogyan a viharba keveredtem én, és hogy mik voltak azok a lépések, amik engem ide vezettek. És tehát nekem már az is egy nagy élmény volt, és utána mesélni arról, hogy így hogyan fűzöttek össze a szálak,
És tényleg így végig, ahogy így visszatekintettem, és ahogy így megosztottam, így láttam az Isten kezének a munkáját abba, hogy én akkor azt úgy elmondtam. Tehát, hogy én ott ültem, emlékszem, fönnültünk az emeleten, ott a kis kanapékon. Azt hiszem, hogy én voltam talán az első, aki ezt így megosztotta, és akkor még senki sem tudta, hogy ez hogy kell kinézzen. De nem én vállalkoztam, hogy első legyek, amúgy ezt így hozzáteszem. És tényleg nekem ez öröm volt. Ez ilyen hatalmas öröm volt, hogy így megoszthatok a többiekkel olyan dolgokat, hogy tényleg hogyan vezetett ide az Isten. És amit te is mondasz, hogy utána láttam, hogy tényleg ez volt így a részemről annak az alapja, hogy egy közösség ott formálódhasson. Tehát nekem egy hatalmas öröm volt. Igen. Hú, nekem, én amúgy nagyon szép látni magamat is, hogy én háromszor mondtam el a Szent történetemet, ami így kvázi azt jelenti, hogy a Szentnek a története az én életemben, szóval egészen születéstől kezdve, hogy hogyan alakult az életem az Istennel, és hogy így én két évet voltam benne a közösségben, akkor mint két évben elmondtam, és most a harmadik évben is meghívtak, hogy mondjam el, és elmondtam. És hogy annak a fejlődését látni, hogy mit is látok meg így utólag, hogy te jó ég ott volt az Isten. Nekem az első alkalommal számomra nagyon káoszos volt, mert hogy így az ember, amikor visszatekint az életére, akkor fú, az nagyon fájdalmas is tud lenni. És hogy azt emlékszem, hogy nagyon sokat sírtam ott is, mert hogy és valahol meg ott volt bennem az, hogy ezek az emberek engem meghallgatnak. Vagy hogy én nagy családból származom, és nagyon dinamikusak vagyunk, és ezt a szót ismerem, hogy tudom, hogy mi a kód szó. Tehát, és az idősebb testvéreim azok pedig, na hát, jobban szeretik a szavukat, na, a szót a szájukba venni. De, és akkor én középső gyerekként pedig úgy hallgattam a nagyokat mindig. És hogy így nem nagyon kellett nekem magamról beszélni. És itt pedig lehetett, és meg is hallgattak. És nem csak, hogy meghallgattak, hanem figyelemmel hallgattak, és szeretettel. És ez nekem nagyon szép volt. És amúgy, ami a legdurvább volt számomra, hogy aztán így a második évenben én elolvastam az összes naplómat, és 14 év körül írtam egy olyat, ahol kvázi leírtam a missziós iskolát, hogy ide akarok menni. És igen. Hogy annyira, emlékszem, hogy annyira mély volt bennem ez a vágy, hogy kivonulni a világból, akkor 40 napot írtam, de hogy tanulni Istenről, megélni, hogy igazán a hitünket, közösségben, szóval így leírtam a missziós iskolának a 4 alappontját, és hogy amikor ezt így visszaolvastam, hogy az Isten nekem előtette a vágyat a szívemben már tök fiatalon. És azért ez, hogy mondjam, egy ijesztő is lehet egy fiatal embernek, pont az, amit említesz. Tehát, hogy azért a zsielnek vannak feltételei, hogy az ember ezt oda akar tartozni, és ezt végig akarja csinálni. Tehát, ami sokszor ellenében megy a kényelemnek. Tehát, hogy azért ez egy vállalás sem egy fiatal embernek a részéről, aki azt mondja, hogy én lemondok, mert ugye rengeteg mindenről le kell mondani, persze. Ami addig a kényelmes életedhez hozzá tartozik. Az első mindjárt, ami szerintem nagy dolog, a telefon. Tehát az ember lerakja a telefonját, és nem internetezik, nem is telefonálgat, azt hiszem heti egyszer van egy alkalom, ugye, amikor lehet telefonálni. És akkor mit csinálják a maradék időben? Meg hogyan találjam fel magam a testvéreim között, hogyha véletlenül, mit tudom, rosszul érzem magam, akkor az ember ugye normálisan 3 másodperc kell ahhoz, hogy az ember a zsebében nyúljon. 3 másodperc unalom, vagy akármi is, azon elkezdi nézni a telefonját. Szóval ott meg nincs ilyen. Akkor például ilyesmi van, amit szerintem ez nagyon érdekes, és ami mindenki meg szokott döbbenni, meg fennakadni, ugye fiúk, lányok együtt vannak, viszont szerelem cölibátus van, ami azt jelenti, hogy lehet egymásnak tetszeni, vagy még szerelmesnek lenni is, ugyanakkor nem szabad kimutatni, az iskola év végéig utána lehet, de addig nem. És ugye ezt azért érdemes tisztességgel betartani. És hallottam olyan fiatalokról, akik sorban szépen szerelmesek voltak egymás utána az ellenkezőnek minden tankjában, aztán a végén vagy lett belőle valami, vagy nem. Tehát most nyilván nevek nélkül. De hogy ez az egész, ez működik, és tényleg ti ezt a szerelem cölibátust személyesen, hogyan értétek? Volt ezzel nehézség? Nekem olyan szinten nem volt ezzel nehézség, hogy nem lettem nagyon szerelmes az év alatt ott senkibe, se ott, se az éven kívül. Inkább amit megtapasztaltam, és ami számomra meghatározó volt, hogy én rengeteget gyógyultam az év alatt. Abban, hogy hogyan tekintek a nőkre, hogy hogyan tekintek a velem egykorú nőkre, és hogy
másrésztről ez egy akkora felszabadítás volt, hogy most itt nem kell azzal gondolkodni, hogy ki kinek tetszik, hogy ki hogy jelel a másiknak, hogy párkeresés, hogy nem tudom, hanem hogy testvérek lehetünk együtt, és hogy ezt megélni nekem akkora öröm és akkora szabadság volt, hogy így lehet, nem tudom, civakodni, nem, ez rossz szó, de hogy lehet így játszani egymással, lehet így húzigálni egymásnak a haját, anélkül, hogy a másik azt gondolná, hogy te akarsz tőle valamit. Igen. És hogy tényleg ez egy akkora szabadságot adott, és azóta látom, hogy a párkapcsolatomban is ezt át tudtam hozni, ezt a tiszta tekintetet, és ezt a nőkhöz való viszonyulást igazából. Úgyhogy bennem így ezt mozgatta ez nagyon. Igen, nekem sem volt ilyen hatalmas nagy szerelmi vonulata a történetnek. Volt, hogy így följött valami, aztán elment. De az, hogy én a nőiségemben hogyan fejlődtem, az nagyon meghatározó. Vagy hogy így úgy mentem be, hogy én vagyok az erős független nő, én majd kinyitom magamnak az ajtót, és kinyitom a befőttes üveget. És hogy ez a nagyon szoros együttélésből, hogy kijön a férfi meg a női dinamika, meg tanultunk is róla, így arra jöttem rá, hogy ezek nekem annyira egy felvett szerepek, hogy valamit védek magam körül, vagy hogy nem akarok gyönge lenni, mert akkor engem bántani fognak, vagy akkor nem fognak elismerni. Nekem olyannak kell lenni, mint a férfiak, mert akkor elismernek, vagy ilyesmi. És hogy nagyon nehéz volt, mert nagyon hosszú idő, de hogy ezeket így elengedni, és hogy felfedezni azt, hogy a nőiség az egy nagyon szép és gyönyörű dolog. És hogy most már megkérek másokat, hogy nyissák ki a befőt. De ugye csak egy nagyon apró mozanat, de hogy tényleg, hogy hogyan válik férfivel a férfi, a nő hogyan, és hogy igazából, ha őszinte voltam magamhoz, annyira jó volt nőnek lenni, hogy megélni a gyöngeséget, és hogy lehet, és hogy utána is fognak szeretni az emberek, hogyha itt nyafogok, meg kiakadok, és hogy fú, annyira, és tényleg ez a testvéri szeretet, hogy még az se baj, hogyha most csúnyán nézek ki, meg zsíros a hajam, vagy stresszes voltam, és nem tudom, szétnyomkodtam az arcomat, mert én is előfordult, és hogy így nem baj, mert a szeretünk, és hogy nem ettől függ az, hogy te most milyen vagy. Nagyon-nagyon sokat fejlődtem. Most is még fejlődök tovább, meg növekszek ebben, de így nagyon-nagyon nagy alapot adott nekem ehhez. A TF folyamatok is úgy döntött, és majd azután nyomdakaitokba lép a következő folyamok is, hogy szentélekből élnek. Tehát ami azt jelenti, hogy nem vásárolnak ennivaló, hanem azt, amit adnak. És hogy azért ez, hogyha sárgalépa van, heteken keresztül, akkor sárgalépa van, vagy zöld borsó. Fokhagyma, krémneves. De hogy sosem volt éhezés. Tehát ha mindig volt valami ennivaló, és amikor ünnep volt, akkor mindig lehetett ünnepit is enni. Szóval, tehát sok minden olyan van, nagyon sok az imádság, mert az egész arról szól. Aztán tanítások vannak hétközben, hogy a hitetekről, hitünkről, a közös hitünkről lehet együtt tanulni. Ami, hogyha valaki nem szereti, akkor annak nem jó, de hát nyilván nem mennek olyanok oda, akik ezt nem csinálnak. Volt-e valami, ami számotokra ezek közül a feltételek közül először olyan rémisztőnek, vagy ijesztőnek, vagy emberellenesnek hangzott? Érdekes, mert amikor így Pétertyával végvettük ezeket a kérdéseket így a felvételi beszélgetésen, akkor bennem az volt, hogy na náhogy, vagy hogy ilyen vágy erre az egyszerűségre. Én nagyon ilyen sorozatfüggő voltam, és elegem volt már a képernyőkből is, vagy az, hogy össze-vissza ettem, mert ugye magam ura voltam, azt tehettem, amit akartam, vagy az, hogy van egy meghatározott napja. Nekem ilyen tök nagy öröm volt, hogy végre valami rend lehet az életemben. Ami nekem egyszer volt az a misszió, hogy na az az, mint biztos, hogy nem, ez kényelmetlen volt. De a többiben volt egy ilyen nagyon nagy vágy, hogy jó, szomjazom erre a rendetettségre, meg igen, igen. Hát emlékszem, meg volt az interjú, és utána a beköltözés előtt Péter atyának azt hiszem, volt egy ilyen levele, hogyha bárkinek bármi igénye van. Benedeknek a fodrász. Szállással kapcsolatban, vagy így elhelyezkedéssel kapcsolatban, azt így jelezze, és én azon nyomban jeleztem, hogy én nagyon értékelném a saját szobám. Ami nem valósult meg. Igen. Ami nem valósult meg, és nekem ott már az elején ez egy picit megijesztett, azért, mert én egy olyan ember vagyok, aki nagyon igényli a privát szférát. Szobát, igen. De amúgy én úgy jöttem, hogy nekem nem volt saját szobám. De lehet, hogy talán ezért is már az évek alatt utána ez így fontos volt nekem, de hogy az intim szféra, és hogy legyen egy olyan hely, ahova el tudok vonulni magammal, Istennel, az nekem így mindig így nagyon fontos volt. Úgyhogy én ettől picit így féltem, hogy lesz, és be is igazolódott. Mert nagyon sokszor borzasztó nehéz volt, hogy azt éreztem, hogy
most így senkivel nem akarok találkozni az égvilágon, de el akarnék vonulni valahova, és így nem, nincs hova. Vagy így kimettem az erdőbe, de hogy... Na, úgyhogy én ettől mondjuk nagyon küzdöttem, hogy hárman voltunk egy szobában srácok, mondjuk szerintem én kaptam a csöndesebb srácokat, és a rendezettebb srácokat. Én egy rendszerető ember vagyok, úgyhogy én ezt nagyon értékeltem. A másik szobához képest, most neveket nem említik. De hogy én ezt így megküzdöttem, hogy emlékszem, emeletes ágyak voltak, és egy ilyen lepedőt föltettünk, hogy csak, tehát amikor az ágyban voltam, akkor csak annyi privát szférám volt, hogy ott volt egy lepedő, ami elválasztott a többiektől, de amúgy nem. Olyan érdekes, mert bármikor, amikor bementünk, és akkor tudom, hogy te is mondtad, hogy voltak nehéz időszakok, meg mondtad az előbb, hogy volt, hogy nem akarok senkit látni, stb. Amikor én bementem, én ezt soha nem tapasztaltam. Én mindig azt éreztem, hogy tök jó ide bejönni, itt ezek az emberek szeretnek, örömmel fogadnak, milyen jó velük együtt lenni, de tényleg, nekem mindig ez volt az érzés. Nem tudom, Zsófi, de gondolom neked. Abszolút, igen. Én nekem meg a szolgálatokban, hogy... Én először nekem égnek állt a hajam, amikor láttam azt, hogy mindenkinek mindent kell csinálnia. És hogy olyanok, akiknek semmi tehetsége nincs az énekléshez, annak is el kell énekelni a Zsoltárt, meg úgy akinek, hogy volt egy francia lány, és mindig ő olvasott fel, aki semmit nem tud magyarul szinte. És hogy ennek ezt megtapasztalni, hogy igenis, ennek a kényelmetlenségét, hogy olyat is bevállalni, ami abszolút non fo. Ez nektek milyen volt? Hogy... Nagyon kényelmetlen. Például az, hogy egy olyan családban nőttem föl, ahol kotta szerint énekeltünk, volt zenei képzettségem, de hogy így rendezettem, meg stb. Csak akkor áll ki, hogyha már tudod, ha nem, akkor inkább gyakoroljál még. Erre meg így, mert akkor te vezeted a dicsőítés, soha értem, nem csináltam ilyet, és ráadásul ott a plusz stressz, hogy ott van Benedek, aki meg egy zenekarból lépett ki, vagy hogy így tök ügyesen csinálta. Nem ott volt a plusz stressz, hogy ott van Vera, aki meg egy profi zongorista. És hogy így, én biztos, hogy nem, miért nekem kell csinálni, nem értek hozzá, miért nem a Benedek csinálja, és akkor így, fú, nagyon sokáig szenvedtem. Vagy pont a másik miatt, hogy a másik meg, miért énekel ilyen hamisan? De hogy ebbe formálódni, na ez nagyon kihívásos volt is. Figyeljetek, és a vízét? Oké. A konfliktusokat, amik nyilván elkerülhetetlenek, mert ahol emberek élnek együtt, ott van konfliktus, tehát ott az elkerülhetetlen tényleg azokat. Hogy oldottátok meg? Volt erre például módszer? Mert tudom, hogy valami volt. Hú, hát nem tudom, hogy ilyen, hogy univerzális módszer, mert mindenki picit máshogy csinálta ezt, de hogy... Ami engem érintett, és amire én próbáltam figyelni, hogy nagyon, nagyon sokszor kértünk és adtunk visszajelzést egymásnak. És, ez benne van az egésznek a lelkiségében abszolút, egyébként, tehát igen, hogy ez igen, kért igen. És valóban elvárt, igen. Igen, és én sokszor volt, hogy mentem oda valakihez, hogy bocsánatot kell kérjek valamiért, vagy hogyha azt éreztem, hogy így köztünk van valami feszkó, akkor vagy ezért, vagy hogyha éreztem magamon, hogy lehet, hogy tettem olyat, amivel megnehezítettem a napját, és na nekem ez is egy küzdelem volt. Hadd legyek őszinte, nekem ez is egy küzdelem volt, hogy azt szerettem Angliába részbe, ami picit a hátránya is volt, hogy ott mindenkinek saját szobája volt, ott egy hatalmas birtok a Nemzeti Park közepén, és hogyha valakivel rosszba voltál, akkor megtetted, hogy elkerülöd. Tehát, hogy tegyük föl, különböző teambe dolgoztál, akkor ott simán lehetett, hogy egy héten csak egyszer kellett találkozzatok. Itt meg ez nem lehetett megtenni. Tehát, hogy itt rá voltunk utalva arra, hogy ezeket oldjuk föl, különben az egész közösségen ez rajta lesz, hogy itt, na ők most így nagyon egymásnak beszélnek. De milyen felkészülés ez az életre? Tehát, hogy akár egy házasságban, igen, amikor éppen utálod és az ellenségeddel vagy egy ágyban. Hát az, összeveszem a feleségeddel, és belé kell lefeküdni. Vagy egy szerzetes közösségben, ahogy mondta a Daniel Arns, hogy egy életen keresztül ezzel az emberrel leszek együtt. Hogy ez milyen felkészülés, hogy igenis, vannak konfliktusok, de azokat meg kell, és meg lehet oldani. És hogy annyira, mert ennek volt egy gesztusa is, hogy megbocsátok neked, szentesvérem, vagy nem tudom, hogy minden este valahogy volt egy ilyen kiengesztelődési gesztus. Ja.
Hogy... Nekem volt egy ilyen tapasztalat, hogy volt egy ember a közösségben, akit így ki nem állhattam. De hogy... Már ez nem én voltam. Nem. Maradhatok? De hogy egy, minden egyes mozzanata már ellenem cselekszik. De hogy így nem is tudtam pontosan megmondani, ez miért, de hogy így bosszantott, és hogy nem is beszélgettünk. De nagyon sokáig, és akkor másik embernek elmondta, hogy ki nem állhatom, mit csináljak. És mosolygott, és mondta, hogy hát vit az úr elé. Hagyjuk már! Nem akarom oda vinni az úr elé. Hát, és akkor imádkozz érte. Mondom, nem akarok érte imádkozni. És mondta, hogy hát akkor imádkozz azért, hogy akar érte imádkozni. És így, jó, akkor bemegyek a kápolnába. És azért, pont azért, mert hogy az Isten szeretem. Őt nagyon-nagyon szeretem. És azt is tudom, hogy Isten szereti azt az embert. Nem tudom miért, de szereti. És hogy egyszerűen én képtelen vagyok ezt a feszültséget feloldani magamba. És hogy ott beültem a kápolnába, így dúltam, fúltam, de kimondtam azt, hogy Istenem, én téged szeretlek. A másikat nem tudom, de hogy téged akarlak szeretni. És hogy segíts ebben. És egyszer csak azt vettem észre utána, hogy elmúlik pár nap, és így egyáltalán azt veszem, hogy nem is idegesít az ember. És aztán később pedig meg is beszéltük ezt, és hogy kiderült, hogy önmagával küzdött nagyon, és hogy ezek így mutatkozott ki, hogy kifele csinált nagyon sok dolgot, és hogy nem ellenem akart ezeket csinálni, vagy ilyesmi. És hogy ez a kulcs, szerintem az egész közösségi létünknek, hogy Krisztusért vagyunk ott, és hogy mi Krisztust akarjuk szeretni és követni, és ebből fakad az, hogy akkor a másikat is akarom szeretni. És nekem ez nagyon erős tapasztalat volt. Ez olyan érdekes volt, a Barsi Balázs atya mondta, ami annyira így benne ragadt a fülembe, hogy az Isten csak Isten tudja szeretni, és ember csak ember tudja szeretni. És hogy ahhoz, hogy én megtanuljam az Istent, szóval, hogy ez az egész megtestesülés, meg minden, hogy ez hogyan kapcsolódik össze, és hogyha én nem tudom szeretni a másikat, akkor az Istent, aki olyan távol van, meg olyan, hogy azt hogy tudom szeretni. De Jézus valóságos ember. Hát, tehát, igen, de ez az egész, ez az, hogy annyira áltatjuk magunkat, hogy Istenem, tehát hogy ez is, hogy szeretlek téged. Igen, nem. Őt nem tudom, és hogy mégis oda teszi melléd, és kihívást ad, és pont azért adja azt a kihívást, hogy én tudjak fejlődni, és én tudjak felismerni. Az nekem is sokszor segített, amit mondtál, hogy arra gondolni, hogy ő is Isten teremtménye. Isten őt ugyanúgy szereti, és benne is Krisztus nyilvánul meg. Úgyhogy ez jó módszer. Na. Igen. Nekem volt még egy kihívás, ami hát gyakorlatilag végigkísért az egész 9 hónapon. Nekem is volt egy ilyen ember, aki kritált. De hogy tényleg. Én voltam előtt, nem. És ez így abszolút az Istennek a humora, hogy ugye a közösségen belül kis testvériségekre vagyunk osztva, mi ezt úgy nevezzük, kis csoportok, akik szolgálatokért felelnek, missziókba, ilyen felállásba megyünk, és ugye 3 trimester, én mind 3 trimesterben vele egy kis csoportba kerültem, és az volt az izgalmas, hogy a csoportnak mindig van egy felelőse, és mindig van a felelősnek egy helyettese, és a többiek pedig úgy vannak. Igen, mi ezt így bojtárnak, báránynak, és vagy hogyan? Kis bojtár, és báránynak nevezzük. És ez Istennek a humora volt, hogy nem csak, hogy 3-szor vele egy testvériségbe kerültem, hanem 3-szor 3 szerepbe kellett nekem mellette legyek. Tehát, hogy először voltam a vezetője, utána én alá kellett dolgozzak, és utána pedig azt kellett csináljam, amit ő mondta. Nekem ez akkora kihívás volt, de azt érzem így utólag, hogyha így nem adta volna az Isten ezeket a helyzeteket, akkor nekem lehet, hogy így nem ment volna az, hogy így megtanuljam őt szeretni, ami szerintem így sikerült így a 9 hónap végére. Veronika, te bennmaradtál a következő évre, és plusz 9 hónapra, amikor viszont már inkább a szolgálat az, ami az első éveseknek a szolgálata az, ami kitölti az időt, azért az nagyon más lehetett, nem? Vagy ugyanaz volt a zsíjjel, vagy ilyen érzés, meg hangulat, vagy azért más? Fú, nagyon más, de nagyon király. És épp azért érdekes, mert nagyon sok, szóval több küzdelem volt benne, mint az első évben, és mégis ezt tette így igazán nagyon királyá. Szóval ugyanaz a kvázi a napi rend, meg ugyanúgy együtt élünk, de hogy azt, hogy én átadhatom azt, amit én kaptam, az akkora örömet tud adni, vagy hogy amikor mindig ilyen nagyobb ünnepekre készültünk, és így összefogtunk, és hogy jó, nem baj, vannak ellentétek, beszéljük, meg imádkozzunk, de hogy akkor most így szolgáljunk egységben és szeretetben feléjük, és hogy
hogy akkor így mindig így összefogtunk, és csináltuk, mint valami. Amúgy néha úgy éreztem, mint a szülők biztos így karácsonykor, vagy amikor ilyen meglepetést kell csinálni, és akkor mi is ilyen nagy izgalommal készülünk, és csináljuk. És az, hogy tényleg ez az átadni azt, amit én kaptam, az nagyon, nagyon öröm volt számomra, mert nagyon sokat kaptam, és hogy annyira sokat, hogy ez a túlcsordulóan sokat. Ez a Bíró Püspök fogalmazta ezt először meg nekem annyira szépen, hogy a misszió az, amikor benne túlcsordul valami, és mi is talán abszolút megéreztük ezt, hogy amikor ugye a házasságunkban éreztük, hogy ez mennyire jó, és hogy mennyire jó lehet, és hogy ezt át kell adnunk, és hogy erről mindenképp beszélni kell mindenkinek. De még ami nagyon kíváncsi vagyok vele, hogy amit mondtál, hogy ez a, hogy nagyon jó, hogy egy ilyen rendbe kerültél bele, és hogy itt az missziós iskolában minden héten egy kicsit a nagy hetet élitek meg, tehát hogy így a hétfőtől vasárnapig a feltámadásig, ahogy eljutok a nagy pénteken keresztül, meg minden, a nagy, és hogy meg az ünnepeknek a ritmusa, hogy ezt át lehet vinni egy családba, egy család életbe, hogy ezeknek az ünnepre való készülésnek a szépségét, meg igen, az, hogy... Igen, meg olyan szép paraliturgiák vannak, így van, igen. Tehát az egész, és tényleg, amit mondtál, hogy... Ennek az örömét. Igen, és olyan szépen ki van dolgozva az egész. Ja, nagyon jó, nagyon ki van találva. Hát én nagyon remélem, hogy át lehet vinni, mert nekem annyira, ez is egy ilyen megértés, hogy az egyháznak ez a lüktetése, hogy a bőti időszakok, az ünnepi időszak, mi az ünnep, mi az, hogy fő ünnep, és hogy az miért nagyobb sokkal, mint a bőjt, vagy a szenteknek a tisztelet, nekem annyira így teljesebbítette egy az egész évemet, vagy nem is tudom, hogy... És hogy most így már nem lakok benn, de azért sokan együtt lakunk így, akik voltunk a missziós iskolában, és hogy ezt tovább visszük, vagy hogy van bennünk igény, hogy ennek van értelme. Ez tényleg az embernek szerintem szüksége is van erre a lüktetésre, így tudnám megfogalmazni. Szóval nagyon remélem, hogy ezt így a családban is tovább lehet vinni. Igen, azért is jó ez szerintem, mert igazából minden héten emlékeztettük magunkat és egymást arra, hogy miért is vagyunk bent. Hogy mi a feltámadott Jézus miatt vagyunk bent, és hogy mindez, amit teszünk bent a missziós iskolába, fönn Óbudán a hegyen, és amikor kimegyünk a gyerekek közé, az igazából mind azért van, mert mi a feltámadott Jézust akarjuk hirdetni, és ebbe, és ennek az örömnek a segítségével, és ezzel szárnyalni, ezzel menni előre. Úgyhogy nekem ezért is jó volt ez, hogy tényleg így nem felejthettük el, hogy miért is vagyunk ott. Veronika Benedek, nagyon, nagyon hálásan köszönjük, hogy eljöttetek ide beszélgetni, és bemutattátok kicsit a saját életpéldátokon keresztül az ifjú lámpás közösséget. Nektek, önöknek pedig a figyelmet, ez volt a Jövök Szava Podcast, ezt az epizódot is, mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának a honlapján, valamint a közösség média felületein. A hithallásból fakad.